Újra itt a nyár, és újraindul a találgatás, hogy melyik labdarúgó hol folytatja a pályafutását. Itthonról már van néhány információnk, ugye Novotni Soma például a Vasashoz igazolt, a Ferencváros a 40-szeres Mali válogatott Adama Traoré mellett francia és holland légiós szerződtetett, de például a válogatott játékosaink iránti érdeklődés is megnövekedhet itt az angliai csodagyőzelem után. Átigazolási körkép következik, Illé Zoltán, FIFA játékos ügynökkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, fi. No, hát kezdjük mindjárt a válogatottal, lehet-e mással kezdeni. Mennyivel dobja meg szerinted a, a játékosok értékét egy ilyen győzelem? Vagy, vagy, mondjuk négy ilyen mérkőzés? Én is inkább azt mondanám, hogy ezt a négy meccset itt csomagba kezelném, sőt az elmúlt időszakot, hisz tényleg elképesztően kiugró teljesítmény nyújtottak a srácok, és az eredmények abszolút önmagukért beszélnek. Érdekes a kérdés, mert a 16-os után is azt hittük, hogy hatalmas nagy ugrás lesz, és, és ötösével viszik ki a vágatott játékosainkat, ami ugye nem történt meg, hisz a Nagy Ádi meg szerencsére a közvetítésünkkel a Langádám került nívósabb külföldi csapatba. Nem tudom ebben a pillanatban megmondani, de nagyon bízom benne, hogy ez most már egy olyan folyamat, ami, ami a külföldi piacon is komoly áttörést okozhat a magyarok számára. Igen, azért mondjuk egy Anglia elleni idegenbeli 4 0 ás győzelem, azért az, az nem összevethető még egy portugálok elleni 3-3-mal sem például az eb Tehát, hogy, hogy, tehát ez egy olyan eredmény, ami, ami nem volt az elmúlt évtizedekben sem. Sőt, tehát nyugodtan merem azt mondani, hogy ez történelem. Nagyon remélem, hogy, hogy ez lökni fog annyit a magyar játékosok és a magyar futball megítélésén, hogy tényleg még a bundesliga is komolyabb helyekre tudnak igazolni. Ugye az általad képviselt langá, tapasztalt, tapasztaltál már valamit, tehát hogy a mérkőzés hatására vagy itt a négy meccs hatására jött valamiféle érdeklődés? Most ö, konkrétan nem is a négy meccs hatására, de az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben már igen, annak ellenére, hogy egy, két hónapja hosszabbítottunk Cipruson újból, de volt most is és van is jelenleg is érdeklődés rád is. Tehát akkor a szerződés hosszabbítás ellenére még az is lehet, hogy esetleg hát, változik. Természetesen, hát, ugye minden szerződés felbontható, illetve kivásárolhatóak a játékosok, ez nem zár ki semmit. Kik azok szerinted így a négy mérkőzés alapján, akik, akik mondjuk a következő hetekben ebből a válogatottból szintet léphetnek és, és jobb csapathoz igazolhatnak, mint ahogy jelenleg játszanak? Ugye alapvetően mindig a gólszerzők vannak a fényben, tehát így a, a Salairól azt gondolom, hogy, hogy rá is eséllyel gondolkodhat egy, egy újabb szerződésbe, bár biztos, hogy jó helyen van a Bundesligába, de... Mi az, amire, tehát mondjuk a Freiburgból ő, ő, neki mi lehet a következő lépcső? Akár a bajnokságon belül, a Bundesliga belül való váltás is előrelépés jelentett, bár én azt... Az valami... lassan csapatot jelentene akkor. Hát igen, lassan, hogyha ha egy dobogó érkező csapatba tud kerülni, amire szerintem reális esély lehet, az is, az is óriási előrelépés. Hogy látod, ugye most öt topligás játékosunk volt a keretben, és hogyha itt megnézzük, hogy tíz játszó labdarúgó volt, meg 16 légiós összesen, ez az arány, ez változhat szerinted? Jelentősen szerintem nem. nem. Azért azt látni kell, hogy, hogy a külföldi játszók más szintet képviselnek, illetve sokkal komolyabb meccseken edződnek. Talán a Fradi is ezért nem tud egy nagyobb szintet ugrani, mert nincs akkor a kihívás a Magyar Bajnokságban számára. Nem lebecsülve nyilván a többi klubot, de kevés az a nagyon kiélezett meccs, ami felkészíteni őket a nemzetközi porondra. A hazai nb 1 klubok játékos politikájára milyen hatással lehet szerinted a válogatott szereplése? Ha így teljesít a válogatott, akkor, akkor gazdaságilag nagyobb kihívás megtartani ezeket a, a játékosokat? Ugye most a 10 itthon játszóról beszélünk? Inkább gazdaságilag azt mondom, hogy jobban járhatnak a, a klubok, hisz megnövek, megnövekszik az érdeklődés, nő a játékosok érdeke, értéke. Tehát én azt gondolom, hogy inkább jobban jöhetnek ki ebből a magyar klubok illetve talán ösztönzi őket az, hogy mondjuk egy Ádám Martin példáját nézve, hogy igenis, igenis, kell a magyarokkal foglalkozni, és teret kell nekik adni. Igen, hát ugye Ádám Martin is most éve mutatkozott a válogatottban, a Gróf Dávid is az általad képviselt játékosok közé tartozik, ő most nem volt ott a válogatott keretben. Mi szerinted ahhoz, hogy, hogy visszakerüljön oda, illetve Debrecenben jó helyen van -e ehhez szerinted? abszolút, hát a Debrecen egy tradicionális, nagyon komoly klub, sőt az elmúlt ö, évtized ö, legeredményesebb klubja. Jó helyen van a Dávid, Azt kellene, hogy, hogy egy olyan szezon tudjon végigcsinálni, ami, amiben nem jön sérülés, nem jön Covid és egyebek, mert sajnos ez, ez őt nagyon sújtott, tehát ugye, volt műtétje, kétszer volt Covidos egyebek, tehát a teljesítmény szerintem rendben volt, csak a válogatottsághoz viszonylag kevés volt a szám. Azt ugye nem kell csetelni, hogy ismeri-e, vagy sem, hiszen együtt nyertek bajnokságot, ezzel nincs gond. Egy, egy stabil, akár egy fél szezon is, amiben kiugrónak teljesít, akkor szerintem reális esélye lehet a keretre. Igen, hát ugye a csapatba beférni, az most Gulácsi Péter és Dibusz Dénes mellett meglehetősen eh, nehéznek tűnik, de ha már Dibusz, akkor beszéljünk az nb es csapatokról, és kezdjük a Ferencvárossal, eh, amely nyilván ugye gazdaságilag a legerősebb eh, magyar klub. Egyelőre ugye légiósokat szerződtet ebben az átigazolási időszakban, ez látszik. Jól választottak szerinted? Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy jól, és a, a Niri Zoltánék átigazáspolitikája szerintem nagyon rendben van, a is jól irányítja ezt a, a folyamatot. Biztos, hogy szívfájdalom sokaknak, hogy, hogy sok a külföldi, de az eredmények viszont a fredi vezetését igazolják. Igen, ja, az ugye látszik, hogy a Ferencvárosnál a, a nemzetközi kupa szereplés az mindig döntő fontosságú, és hogy általában ehhez mérten tervezi az igazolásokat a csapat. Hogy látod a másik három Nemzetközi Kupa indulónknál, a Fehérvárnál, a Kisvárdánál, illetve a Puskás Akadémiánál, mennyire határozza meg az átigazolási piacot az, hogy a Nemzetközi Kupában szerepel a csapat? A korán sem olyan mértékben azért, mint a Ferencvárosnál, de nagyon tudatos építkezés látszik a, a Puskásnál, ezt, ezt nem lehet elvenni tőlük. Ugye most már másodszor mennek Nemzetközi Kupába, stabilan ott vannak a bajnokság élmezőnyében, Úgyhogy biztos, hát a Fehérvárnál ott nem kell ezt nagyon taglalni, és Pista egy nagyon tapasztalt, szerintem nagyon sikeres, jó sportvezető, pontosan tudja a dolgát, tudják a kitűzött célokat, mint ahogy el is mondta, egyelőre náluk a, a lényeg az, hogy egy két-három éven belül a Fradit megpróbálják utolérni. Nyilván a sikereket viszont a nemzetközi porondon is lehet aratni, illetve az, hogy most újra három nemzetközi kupa van, így van azért reális esély arra, hogy esetleg a, második vagy harmadik számú kupában nagyon alkossanak. A Kisvárda lesz majd itt a nagy kérdés. A Kisvárda nagy kérdés, számomra egy picit meglepően csendben vannak, ugye tudjuk a belső átalakulást, hogy Révész távozik, vagy teljesen, vagy részben, ezt nem tudom pontosan, de az önmunkájuk előtt meg le a kalapal. tehát én nem hiszem, hogy volt ember a Földön, aki két évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy, hogy ezen a nyáron a, a Kisvárda nemzetközi kupába fog indulni. Na igen, és ugye megvan a sorsolás, tehát egyébként nem lesz ugye könnyű ellenfele egyik magyar csapatnak sem, az elején ez látszik. Hogy látod, melyik csapatnál várod a legnagyobb játékos mozgást itt nyáron? Már nem is azt mondom, hogy várom, hanem inkább látjuk a Kispest tának, ahol a legnagyobb tisztogatás indult el. Ugye a érkező oldalon azt hiszem talán csak egy játékosuk van egyelőre, de kifelé ugye a barát, a nagygeri, többen távoznak az alapjátékosok közül, meg az ős kispestiek közül. Nem azt mondom, hogy pont nekik, meg ugye rengeteg külföldit küldtek, vagy engednek el, nem azt mondom, hogy pont ezeknek az alapjátékosoknak kellett volna távozni, bár semmi közöm az, és nem nekem kell ezt megítelni, de ráfért, én azt gondolom, hogy ráfért a kispesten, mert ennél lényegesen jobb volt a játékos arra szerintem, mint ahogy az elmúlt években szerepeltek. Valami, valami ott megtört a bajnoki cím óta, és ugye ez egy kupa győzelem, ami természetesen hatalmas dolog, annak kivételével azért a bajnokság belé komoly voltak végig. Igen, azért kevesen gondoltak volna, hogy a kiesés ellen küzd majd a, a, a honvéd. mindig fontos kérdés, hogy a két újonc mennyire lesz aktív az átigazolási piacon. most hogy látod a vasast meg a kecskemétet ebből a szempontból? Ugye a vasas már novotni somát például ugye be is jelentette. Igen, van, hát vasassal folyamatosan tárgyalásban vagyunk más játékos esetében is meg ismerem az egy a nagy miklós munkáját, én azt gondolom, hogy ők szisztematikusan előre készültek már erre a feljutásra, meg volt az idejük, tegyük hozzá, de de úgy látom, hogy ők, ők stabilan készülnek. Kecskemétet lehet, hogy ugyanúgy, mint a, a szurkolókat, a, a vezérkart is egy kicsit meg, váratlanul ért ez a feljutás, én ott most talán még kivárásra vagy útkeresést látok egyelőre. Ugye a nyár egyik komoly fontos kérdés Ádám Martin helyzete is, hiszen ugye a magyar gól királyról van szó, aki ugye most bemutatkozott a válogatottban adott ugye két gólpaszt Wolverhamptonban. Szerinted számára mi lehet az ideális lépcsőfok, a következő lépcsőfok? Ez most sokakat foglalkoztat. Én... Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy egy olyan csapat, ahol reálisan sok játék lehetősége lesz. Tehát uh, annak, hogy, hogy elmenjen egy olyan csapatba, ahol ahol lehet, hogy nagyobb nevű a csapat, vagy nagyobb nevű a bajnokság, de kiegészítő ember lesz, az nem biztos, hogy az ő, illetve a válogatott érdekeit szolgálja. Sokkal inkább azt gondolnám, hogy, hogy egy viszonylag úgy alacsonyabb lépcsőfokkal kellene kezdeni, ahol egy kicsit megszokja a külföldi légkört, a más életmódot, egyebeket felveszi az új közeget, és abból tud esetleg előrelépni, mert az azért az működni tud, hogy egy, egy bajnokságba, baj, bajnokságon belül lépje fejebb, hogyha ha jól szerepelsz vagy, onnan még jobban felhívod magadra a figyelmet. De akkor mindenképpen külföld szerinted a, a következő irány neki? Gyanítom, hogy igen, igen. Uh, ugye, nyilván te fogsz unatkozni most itt uh, ezen a nyáron, uh, ugye nemrég Torinóban voltatok például uh, az egyik ügyfeleddel, mesélj erről egy kicsit. Igen, Szymon Barnabással az U18-as válogatott kapusával jártunk Torinóban közre egy hónapja próbajátékon. Uh, amit nem kell csetelni, hogy profi körülmények között és, és egy rendkívül jól szervezett klubnál voltunk, négy napot edzett a Barni a csapattal, pont a napokban várjuk a, a visszajelzést, és ezután is szeretném a paksi vezetésnek, Haraszti Zsoltnak megköszönni, hogy, hogy tényleg maximálisan támogatják a Barni karrierjét, és azt az elképesztő munkát, amit Csernyánszki Norbert kapus edzővel végez, ez, ez látszik, tehát kint is egyértelműen pozitívan zárult a történet, és, és nagyon dicsérték a Barnit. Sűrű nyarat lesz? Reméljük igen, hát ma, ma délután még egy kis lazítás bele fog férni, de egyébként remélem, hogy igen. Jó, hát akkor jó munkát kívánok köszönöm. neked erre a nyárra, és köszönöm szépen, hogy nyitottál. Köszönöm én is.